Sziasztok! A Gárdony Coworking Mozdulj rá sport sorozatát láthatjátok Dancsandival és Julia Krisztenzennel. Minden pénteken lesz a sorozatnak egy része, és iratkozzatok fel a Gárdony Coworking csatornájára, mert ott lesznek fent a részek, és így egyről sem fogtok lemaradni. Mozdulj rá! Mozdulj rá! Mozdulj rá! Mozdulj rá! Sziasztok! Az Agárdi Közösségi Házból jelentkezik a Gárdony Coworking, a sportrovat. És most Gerinc Jogán vettünk részt, Bondol Zsuzsa oktatóval és a kedves résztvevőkkel, és most először Zsuzsával fogok beszélgetni arról, hogy milyen típusú is ez a Gerinc Joga, amit ő tart. Szia Zsuzsi! Hát először is azt szeretném mondani, hát most az óra után vagyunk már, hogy egy nagyon, szinte mondhatom, hogy egy ilyen mozgásmeditáció volt számomra ez, tehát hogy egy annyira lassú, nyugodt az is, ahogy beszélsz, meg maguk a gyakorlatok is, erről beszélj egy picit, légy szíves. Én valahogy az egész jogát tulajdonképpen így élem meg, így képzelem. Itt viszont ráadásul ugye azért egy délelőtti óráról van szó, ahol, hát ugyan mi már elég régóta így együtt vagyunk, de úgy alakult, hogy inkább ugye kicsit idősebb korosztály ér rá délelőtt, és így aztán mindenképp úgy kezdtem el összeállítani a gyakorlatokat, hogy semmiképp se legyen semmi nagyon extravagáns vagy megerőltető fizikailag, persze elsősorban, és aztán így egyre inkább kezdett az kialakulni, hogy mi az a ritmus, mi az a milyen gyakorlatsorok azok, amik jól esőek, és tényleg egy ilyen meditatív állapotba került tőlük az ember, mert ez az egy óra azért elég rövid ahhoz, hogy minden benne lehessen, ami egy jóga órában esetleg jó lenne, ha benne lenne, tehát például egy meditáció az úgy hiányozna amúgy a végéről, de már az nem nagyon férne bele. Tehát így szerintem azért nagyjából kerek tud lenni ez az egész. Igen, én is ezt éreztem, és bár mondtad, hogy nincs benne meditáció, én az egészet annak éltem meg. Tehát, hogy annyira sőt, eleinte nehéz is volt ezt a ritmust felvenni, mert hogy a hétköznapi életünkben sokkal pörgősebbek, gyorsabbak vagyunk, gyorsabban lélegzünk, gyorsabban mozgunk, és az elménk is egyfolytában pörög. És ide megérkezve, hogy elkezdtük az órákat, nekem kellett egy olyan 15-20 perc, mire azt éreztem, hogy ezt a visszalassuló ritmust fel tudom venni, de nagyon jól esett. Arról beszélj, légy szíves, hogy engem nagyon izgat, amit a legvégén történt a relaxáció után, ez a szimbólum, ez a kéztartás, ez a mudra, amit felvettünk, ezt nem ismerem, erről beszélj egy picit, ez micsoda? Hát igazából én is úgy mostanában ismerkedek ezekkel, mert mindig is nagyon érdekeltek egy picit ilyen táncos jellegű hozzáállásból is a kéz mozdulatok tartások, illetve a kéz energetikája, hiszen ugye az öt ujjunkat, ott mind az öt elem megtalálható, és igyekszek például becsempészni minden órába egy-egy ilyen mudrát, ami hát szintén azért is nagyon jó, mert ha az embernek bármilyen egészségügyi problémája van, akár ágyhoz van kötve és egy lábadozó időszak, tehát nem feltétlenül csak az időskori problémákról beszéljünk, ezek hihetetlen energiákat tudnak adni, tehát olyan kis minimális gyakorlatokkal, mozgásokkal az ember rengeteget tud magán segíteni, föltöltekezni, vagy egyszerűen csak tényleg az, hogy megtapasztalni ilyen kellemes energia áramlásokat, és igen, és ezeknek a szimbólumai, tehát ráadásul ezek így együtt adják ki teljességet, együtt teljes a gyakorlat. Hogy találkoztál te a jógával, hogyha röviden el lehet mondani, illetve mi az, ami megfogott benne, mást is csinálsz mellette, ugye van ez a árnyas mesék, ugye? Jól tudom. Tehát, hogy te foglalkozol még egyébbel is a jogán kívül, de most egy picit a jogáról, hogyha mesélnél, hogy te hogy találkoztál vele, és miért szereted oktatni? Hát most nagyon érdekes egyébként, mert hát én már azért ugye nem egy mai darab vagyok, és egy egész, tehát, hogy így a 20-as éveim
elején, amikor én elkezdtem színházazni tulajdonképpen, tehát valahogy ez a kettő, ez folyamatosan így összefonódott, illetve ha az egyik előtérbe került, akkor utána később jött a másik. És akkor például szintén a színházas időszakban nagyon jó volt egy ilyen lenyugtató dolog, ami így az ember tudatosabbá teszi a mozdulatait, tehát ugye például a színházban nagyon fontos a mozgás, hogy az ember ismerje, test tudatos legyen, és ebben nagy segítségre volt a jóga. Na de most akkor a jóga, tehát ami az első olyan komolyabb találkozásom, az viszont a kismama időszak volt, amikor is elkezdtem kismama jógára járni, így a 20-as éveim vége felé, és akkor hát én kész, akkor éreztem, hogy ez nekem nagyon-nagyon fog kelleni mindig is. Aztán amikor bármikor is egy picit is eltávolodtunk egymástól a jóga meg én, akkor éreztem is aztán a kellemetlen mellékhatásokat, tehát mindig is szükség volt visszanyúlni ahhoz, hogy ez segítsen az embernek lenyugodni, tényleg úgy működni a hétköznapokban, hogy ez neki is, meg a környezetének is áldásos legyen, úgyhogy... Teljesen egyetértek. Annyit mondja még, légy szíves, hogy miért szereted oktatni, miért szánsz erre időt, hogy másoknak is megtanítsd, hiszen elég lenne az, hogy te otthon gyakorolgatsz, és el vagy ezzel a jogával, de valami oda hív téged, hogy tanítsd másoknak is. Hát igen, mindenképp a jótékony hatását, azt úgy éreztem, hogy ezt minél többeknek át kellene megismertetni. Azon kívül pedig, hát sok minden úgy jött, és ahogy ez a csoport például így, nem is tudom már 6 éve, vagy mikor összeálltunk, így kezdett kialakulni, annyira, tehát az ember így hazajön kb., és annyira jó érzés volt az, hogy a folyamatos egymás változásait is követni szerintem, és együtt megélni ezeket a változásokat, és mindenképp az örömet, a változás örömét hangsúlyozni, tehát bármilyen probléma is van, akár fizikailag, akár lelkileg, hogy ezt, ennek az örömteli oldalát keressük, és ezt éljük meg. Köszönöm szépen. Annyit mondja még, légy szíves, ilyen praktikus információkat, hogy bár ez egy összeszokott csoport, ahogy hallom, de azért fogadsz olyanokat is, akik mondjuk most hallanak erről először, hogy mondd el, légy szíves, akkor, hogy hol van és mikor ez az óra. Természetesen várjuk mindig, hogy csatlakozzanak hozzánk. Agárdon itt a közösségi házban, keddenként 9-től 10 óra, hát ilyen 10 óra 10 percig, mert egy picit olyan, tehát olyan bő egy órás. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Jó napot kívánok! Szeretném megkérdezni, hogy mióta tetszik járni erre az órára Zsuzsához, illetve mi az, amit érez magán, miért szeret hétről hétre ide járni, mi az, amit esetleg fizikailag vagy akár lelkileg érez, hogy hozzátesz a mindennapjaihoz? 10 éve járok jógára. Először Jasper Károlyhoz jártam, aztán ő bement Fehérvárra, így megszűnt, és kerestem akkor, hogy hova tudnék továbbra is jógára járni, és akkor találtam a Zsuzsára. Nekem nagyon tetszik, jó ez az időpont is, és tényleg amiről beszéltetek, hogy nyugtató. Tehát a stresszoldó hatása, hogy minden szervünkre hatással van, jó maga a csapat is, tehát úgy jó tényleg, ahogy megfogalmazta a Zsuzsa, hogy hazajövünk, és hogyha kimarad egy óra, akkor az már nagyon hiányzik. Köszönöm, és otthon is tetszik gyakorolni, hogyha már 10 évről beszélünk, akkor az már, abban már lehet azért annyi tapasztalás, meg tudás, hogy otthon is tetszik gyakorolni, vagy kifejezetten ezt a keddi órát tetszik várni, amikor végre? Otthon is néha, nem mondom, hogy rendszeresen és minden nap, de van, amikor úgy érzem a hiányát, vagy elmarad az óra, akkor otthon is próbálkozom bizonyos gyakorlatcsoportokkal. Van-e esetleg olyan gyakorlat, ami kifejezetten kedvence, vagy amiről azt érzi, hogy kifejezetten önnek pozitív hatást ad? Szerintem mindegyik mozgás, pontosan azért, mert hogy lelkileg is hat az emberre, a belső szerveinkre hat, a helyes jóga légzéssel, tulajdonképpen a vér, a tüdő oxigénnel jobban ellátott, mint egyébként a hétköznapokban, amikor nem figyelünk oda. A Zsuzsa instrukciói nagyon jók, meg kellett tanulni, odafigyelni. Először, amit
te is mondtál, hogy az elején nehezebb volt lassabban végezni a gyakorlatokat. Hát én azt éreztem régebben még, mikor kezdtem, hogy ennél a relaxációnál össze-vissza kavarogtak a gyomrom, a gondolataim. És nagyon nehéz volt csak magamra figyelni, de hogy ez is jó ebben, hogy csak magamra figyelek. Tehát teljesen ki van zárva a külvilág, amikor ide becsöppenünk és elkezdjük a gyakorlatokat. Tehát akkor nincs problémám, nem fáj semmim idézőjelben, kivéve mikor olyan gyakorlatot végzünk, ami éppen ott érinti a testünket, ami nincs jól. Én jól érzem magam, és jó a csapat. Tehát ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy jó így együtt lenni. Nagyon szépen köszönöm, és a továbbiakban is nagyon jó gyakorlást kívánok. Most szeretném öntől is megkérdezni, hogy mióta tetszik járni ide Zsuzsához a gerincjogára, és hogy mi az, ami ide hozza minden héten? Hát én körülbelül 65 éves voltam, amikor elkezdtem jogázni, és azóta ez része volt az életemnek. Az előző barátnőmmel együtt jártunk annak idején ennél a bizonyos Károlynál. Aztán az megszűnt, és én is ugyanígy keresgélésben voltam. Így találtam rá a Zsuzsára, és aztán nagy örömmel jöttem ide. Ez a gerincjoga, ami mondjuk az idősebb korosztálynál általában véve probléma szokott lenni, ez nagyon-nagyon jó. Tehát olyan jó kiegészítője az egyéb mozgásnak, hogy én ezt mindenkinek ajánlom, mert ilyenkor már itt fáj, ott fáj, néha gyengébbek vagyunk, de ez nagyon jó karban tartja az embert. Úgyhogy én ezért szeretek ide járni, na meg hát természetesen a csapat is, akikkel együtt vagyunk. Az tényleg így van, hogy elfelejti az ember, amikor belép ide, hogy mindent kint hagyunk. Ha jól értem, akkor itt a barátságok meg kapcsolatok is szövődtek az évek alatt, hogy nem csak arról szól, hogy megérkeznek, és aztán mindenki megy a maga dolgára, hanem úgy beszélgetnek is, és lehet, hogy még az órán kívül is vannak találkozások. Ez így is van, hát régóta ismerjük egymást, és tényleg úgy van, hogyha valakinek valamilyen baja van, azt már az arcán látjuk. És akkor megkérdezzük, hogy tudunk-e valamit segíteni. Általában véve adódik valami mindig, hogy egy kicsit könnyíteni lehet a másiknak a problémájába. Köszönöm szépen, és önnek is nagyon jó gyakorlást, és további jó jogaórákat kívánok. Köszönjük az interjúkat!